Ősz utó havának 19. napján 12. alkalommal találkoztak a Bánáti Református Egyházmegye kórusai a Torontálvásárhelyi Református Egyház község gyülekezeti termében. Először Marton Károly esperes úr kezdeményezésére indult el a református egyházi kórus találkozó. A Torontálvásárhelyi Református Egyház község nevében az egybegyülteket Beszédes Mária, a Torontálvásárhelyi Református Keresztény Egyház lelkésznője köszöntötte. A találkozót Kis Nándor bánáti esperes nyitotta meg. A nyitóáhítatot követően a Hertelendi falvi, a Magyaritabéi, Nagybecskereki és Torontálvásárhelyi kórusok énekei hangzottak el. Jelenlétével megtisztelte az ünnepséget Halász Béla, református püspök is. Elsősorban ez egy közösségi találkozó, mert szükséges, hogy mi itt a Bánáti Református Egyházmegyében találkozzunk. Ez egy nagyon szép hagyomány, és ma is egy nagyon szép napunk volt. Nagyon jó éreztük magunkat itten, és én remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, hogy a bánátiak találkoznak, és egymással ismerkednek, és egymás hite által épülnek. Kis Nándor bánáti egyházmegye esperese kiemelte az egyházi találkozók fontosságát, de arra is kitért, hogy a pénteken megnyitott újvidéki apáncai diákotthon új épülete jelentős a bánáti szórványban élő magyaroknak. Ugyanakkor bejelentette, hogy a Békés Bánáti Református Egyházmegye találkozó jövőre Nagybecskereken lesz. Kis Nándor bánáti esperes vagyok, és amióta csak ugye másfél éve viselem ezt a tisztséget, elszánt vagyok arra, hogy ezt az egyházmegyét talpra állítsuk, megerősítsük, amennyire tudjuk, hiszen tudjuk azt, hogy a legnagyobb gond ebben az egyházmegyében az elvándorlás jelenleg, főleg gazdasági okokból. Más okok is vannak, tanulmányi és egyéb okok is vannak, de ez az énekkar találkozó is egy ilyen Isten adta eszközünk, hogy talán megpróbáljuk erősíteni a közösséget, az egész egyházmegyét. Ezáltal erősödnek az egyházközségek is, hiszen azzal, hogy működnek az énekkarok, azzal valójában ők maguk is erősödnek. Sőt, azt hallottam is, el is mondták a lelkész kollégáim is, hogy azt vették észre, hogy igenis úgy, ahogy vártuk is, az énekkaroknak a működése kihat a gyülekezeti életre és a gyülekezeti templomi éneklésre. Hát ehhez hozzájárul az a tudat is, hogy például tegnap Újvidéken az apácai kollégiumnak a fiú szárnyát, osztályát, fiú kollégiumját nyitották meg. Ugye itt volt a miniszter úr, Balogh Zoltán miniszter úr Magyarországról, és a főtiszteletű Szabó püspök úr, a Magyarországi Református Egyház főpüspöke, és jó volt ott lenni és tapasztalni, hogy igenis vannak helyek, ahova tudunk kapcsolódni, ahova a gyermekeinket is el tudjuk küldeni, ha Újvidékre járnak iskolába, főiskolára, egyetembe, és itt is ilyen kapcsolópontokat szeretnénk az egyházmegyében, és ez az énekkar találkozó is egy ilyen kapcsolópont, egy ilyen bázis, ahova visszatérünk, évről évre újról és újról visszatérünk, és feltöltődünk, és így is távozunk haza, és már várjuk a következő alkalmakat. Jövőre lesz egy nagy töltekezési alkalmunk, a történelmi Békés Bánáti Református Egyházmegye utód egyházmegyének találkozója Nagybecskereken lesz, tehát itt a mi országunkban, Bánátban, és ide eljönnek a temesi egyházmegye, az aradi, a csongrádi, ahova Szeged is tartozik, és békési egyházmegyéknek a képviselői, és 800 embert várunk erre a rendezvényre, és ennek az énekkar találkozónak is ott is lesz egy folytatása, valamint jövőre ugye 13. énekkar találkozót Nagybecskereken tartjuk meg. Még nem döntöttük el, hogy a két alkalmat összekapcsoljuk, de hát az sincs kizárva, hogy ünnepélyesebbé tegyük ezt a nagy találkozót.
Beszédes Mária Református Egyházközség lelkésznője örömét fejezte ki, hogy a rohanó mindennapokban is össze lehet jönni, énekkel együtt dicsérni az Urat. Hát ez a mai kórus találkozó a bánáti református gyülekezetek kórusainak a találkozója. Idén 12. alkalommal került megrendezésre, és ezen általában a négy anyaegyházközség szokott részt venni. Hertelendi falva, Magyarittabé, Nagybecskerek és Torontálvásárhely. És az azt is jelenti, hogy minden évben más-más helyen rendezzük meg ezt a találkozót. Idén ránk került a sor, és így történt meg az, hogy nagy örömünkre mi rendezhettük meg az idei kórus találkozót. Mivel ez kórusok találkozója, lényegében arról szól mindig, hogy egy külön alkalmat szánunk arra, hogy összejöjjünk, találkozzunk, együtt énekeljünk, meghallgassuk egymás énekét, és így legyünk Isten előtt közösségben, és őt magasztaljuk, dicsérjük az énekeinkkel, és ezáltal a gyülekezettek közötti kapcsolatot is erősítsük. Hát a torontálvásárhelyi dalárda, amikor megalakult, akkor férfi dalárda volt. Nagyon hosszú történelme van, nagyon messzire nyúlik vissza a múltban ennek a dalárdának a története. Az idők során ez megváltozott, évtizedekig nem is működött a dalárda. Az egyházközség dalárdája 1999-ben alakult újjá vegyeskarként, és azóta így működik. Dalárda Tóth Zsolt kántor vezetésével már készül a karácsonyi ünnepekre. Karácsonyi énekkel zárta a 12. kórus találkozót. A következő találkozó helyszíne Nagybecskereken lesz 2017-ben.